Gyűlnek a virágok a Jó barátok sorozatból megismert bérház előtt a New Yorki Greenwich Village-ben. A rajongók sorra keresi fel az ikonikus helyszínt, hogy az egykor Chandler Binget alakító, 54 éves korában meghalt Matthew Perry-re emlékezzem. Olyan meleg szívű, kedves ember volt, hogy aki bekapcsolta a tévét, azonnal jobban érezte magát tőle. Mondta a New Yorki Katie, de Sislava pedig arról beszélt, hogy szinte minden nap nézi a sorozatot, és Perry a saját személyiségével hozzáadott a karakteréhez. Bár mindenki a Jó barátokból emlékszik rá, Matthew Perry élete legnagyobb eredményének azt tartotta, hogy segíteni tudott sok hozzá hasonló függőségekkel küzdő emberen. A rajongókat megnyugtathatja, hogy az elmúlt egy évben békében élt. Megjelent a könyve, és mindenhol azt nyilatkozta, hogy jó az élete. Képes volt megküzdeni a démonaival, mondta róla a Variety szerkesztője. Matthew Perry-re a hétvégén találtak rá holtan Los Angeles-i otthonában. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a halálát.